Szervusz Gábor, Faragó György Szervusz. Vagyok. Sokkolom. Jó estét. Csak azért telefonáltam, mert igazából nem nagyon akartam, mert nem az én műfajom a musical, de annyira laza volt, pont csatlakozom az előző hölgyhöz, aki tényleg olyan szépeket mondott. Filmet, egyetlen egy filmben játszott, Hello Doki. Jó, hát azt hagyjuk is. Miért? Hát, mert főiskolás voltam, tehát azért, arra nem vagyok büszke. Ja, igen. Jó. És akkor egyet szeretnék megkérdezni, hogy van-e valamilyen szerepálma? Ó, hát az az igazság, nekem az Evita volt a nagy szerepálmom, és én azt már kétszer is eljátszottam, úgyhogy így annyira nincs. A Fantin is nagyon, azt is sikerült, mert négyszer. Ha még egy olyan szerep van, amit esetleg mondjuk eljátszanék, az a mondjuk a Sunset Boulevardból a Norma Desmond. De az meg még Magyarországon nem is ment. Még nem volt, meg még fiatal is vagyok hozzá, de majd lassan már belecalmogok abba a korba, hogy lehet játszani, úgyhogy ha lesz, akkor esetleg az, de igazából nincs már, nincs. És néha ezekben a szerepekben szokott beszélni is, tehát nem csak éneket, vagy mindig csak énekel? Nem, hát mostanában csak olyan műzikeleket írnak, amiben nagyon sok próza van. Igen. Ezt egy picit sajnálom, bevallom. Én imádtam a nyomorultak típusú műzikeleket, hogy egy szó sincs benne, csak zene, de mostanában... Ez egyébként sokaknak nehézséget is okoz ének után megszólalni, vagy fordítva. Igen, és nem lehet vele menni külföldre. Tehát mondjuk németül eljátszani egy mama miatt azért az már izé, de mondjuk ha az egészet énekelnék, én a simán mennék a castingra. Értem. Például. Akkor ennyi, jó? Na jó, hát akkor további jó egészséget, meg sok számot, sok éneklést. Köszönöm szépen. Szia. Csókolom, szervusz, szia. Még van egy bejátszásunk.